Na, sziasztok, itt újra elszólt. Folytatjuk a Phoenix Wright észtetőnő negyedik epizódját. Az előző részben, mint tudjátok, már kiderült, hogy lesz egy vádlóból vádló. Mászlóan mász, egyből föl kell megvédenem az első peren, de ez kurva nehéz lesz, mert meg kell küzdenem az észtetőnő legerősebb ügyészével, aki bestelen, kegyetlen és gonosz is. És gyilkos is. Ez egy durva karácsonyi per lesz, tehát ez lesz az epizód címe. December 26, vagyis karácsony, második napja, 9:44 perc. Bírósági negyed. Vádotti lobby. Karma. Manfredo Karma, a legjobb ügyész az Ace Attorney-ben. Ez nagyon durva, értitek? A 40 éves karrierje alatt sosem veszte. Ügyészek istenének nevezi, de inkább úgy hívnám. Tehát ez olyan kemény lesz, mintha le akarnám győzni az ügyészek világbajnokát. Sajnálatos módon ő dob. Hogy lehet elérni azt, hogy a minden éves karrier alatt egyszer se veszik? Hát ez csak egy választ létezik, dopingolás. Hamisítani bizonyítékokat, hazugságokat állítani, hazugságokat mondani, azt nem tudom, hogy azt mondani. Tehát egy ügyet sem vettem. Minden megtesz azért, hogy a bűnös ítéletet megtehetne. Értitek mindent. Ahogy én is minden megteszek azért, hogy megnyerjek egy nehéz játékot. De tényleg minden megtesz. Manfredban kamarátok, azok itt rettegni kell. És rettenetes természete van. Tehát bizonyítékokat is hamisít. Ő tanította meg arra, hogy ügyésznek meg. Tehát végig Manfred munkával befolyás alatt, tehát azért volt olyan tisztességtelen, azért próbál befeküdíteni a második epizódban, mert az ő befolyás alatt, tehát ezek szerint segítsenek, teljesen igaza volt, hogy nincs rossz diák, csak rossz tanár. Mi? Nézszer ramaszak, mint Edgeworth. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy Manfred von Karma tökéletesített Miles Edgeworth. Szóval tanárod volt Edgeworth. Valami olyasmi. Véged akar bűnösségteni? Várj! De az ándékosan fog veszíteni. De ez esélytelen. Ő nem vesztett 40 év alatt. Könnyörtelen el. Nem lesz könnyű dolgom vele, mert rengetegszer fog tiltakozni. Bizony, elég könnyörtelen. Az ügyészek között neki van legkevésbé helye. Egy részben becstelen, könyörtelen, gonosz és gyilkos is. Aki becsenő maga, használja ki az állásukat, azoknak nincs helyük ilyen állásban. Tehát az ügyészek istenével, szerintem én úgy hívnám, hogy az ügyészek ördöge. Mert
ilyen teljesítményt akar, aki nem érhet el. Hiszen az így is olyan esetben nyerhet, hogy a vádlott tényleg is. De még az általában a két így tönkretette. Tehát már fél van Kálmár részükön egy legnagyobb gonosz tevő. Ezre kéletét tette tönkre. De legfőképp Mars Edgeworthy. Mi a segítségre szükség van? Tehát kérje, hogy hívja elő a médium képességével. Sajnálatos módon nem. El se tudta érni. Nem gyakorolt sokat. És most megint gyenge. Egy rossz időzítés. De azért megpróbáljuk. Miért sugdolszik? Ne semmi. Itt az idő. Befelé. December 26, 10 óra. Bírósági negyed tárgyalóterem. 3-as. Tehát az ügyész miatt számít ez az epizód vidámé. Az ügyvéd készen áll. Nem mond semmit! Az ügyész készen áll. Halljátok ezt milyen udvariatlan! Azt mondja, a bíró aki ostoba. Szerintem itt állnék, hogyha nem állnék rá készen. Elnézést kér! Még a bírót is megérti ez a barom. Cáfolhatatlan bizonyíték, és cáfolhatatlan szemtan. Mire volna mészes? Persze semmire. Ez rendben. Az ügyész hívhatja az első tanul. Mi van ez a fickóval? Királyi vagy ilyesmi? Hogyan tudnék már felvenni harcot ezzel a falon? Tehát először a detektívet hívja ide. De nála a bizonyítéka nem lesz is. Elég ideges lehet a detektív. Most a térképet mutatja meg. Tehát karácsonykor történhetett a gyilkosság, és csak egy hajó volt ott, egy csónak. És két ember volt ott. Egy nő táborozott arrafelé. A 12:10-kor hallott két lövést. Aztán a csónak megmozdult, és ment vissza a helyére. Tehát erre a következőben. Most beszéljen a letartóztatásra. De az a bíró dolga volt. Mit mondtál, te barom? Hogy üsse a kalapácsát, és te nyilván csak bűnös ki. És csak ennyit több áll lehet tőle. Hogy igaza van? Hát, ezt a személyiséget. Tényleg úgy vagy adta, amit egy sor. Egy sor volt a hatása. Hát 30 perccel éjfél után, de egy férfi hívta őt. A
műtény helyszínén voltak, amilyen gyorsan csak lehetett. Itt ott találták meg a ügyész. Itt nem gyorsították el, de írtve csak ők. Itt holtestet találtak a tónál. Ezért kellett letartóztatni. Hát aztán nagyon felkészült, hogy kérdezősködjék. Bíró helyett inkább az ügyész mondja. Hát... Hagyjak meg a poncsot. Mert úgyse tudom, ki az. Azt mondta, hogy egy nő. Tehát ő halt azt a két hagyat. Na, azonnal tiltakozott az a puzi. Hát ez különböző. Tehát két szemtanú volt. Tehát ide idézte a nő. Tehát volt még egy férfi is, de azt de inkább a nőt használta fel szemben. Milyen volt Edge-ök, amikor lát? Elég reakszált volt, hogy nem volt olyan, mint így. De meg itt tiltakozik az a barom! Na, tessék! Nem kíváncsi a véleményére. Mennyi időt voltál ezen? A katonaságban. Egy lelősítésnél. Lényeget. Lényeget követel. Ahogy mondtam, sokat tiltakozik. Hát, ez szerintem úgy. Miért nem gondolod, hogy gyanús? Tudom ki. Hogy bíztak egymást. De itt is tiltakozik ez a barom. A bíróságnak hát ott nem érdekli a leigazítása. Hát, szerintem nem sok. Szóval. Arra van nyomott a test. Talált egy töltényt. Szíven lőtték. Tehát megvan a töltény. Tehát elfogadja ezt az unkit. De nem csak erre van szükség. Miért kellett a kukka? Találtak egy fegyver. Ezt a pisztoly. Hogy adjon hozzá még valamit ehhez a pisztolyhoz. Tehát cáfolhatatlan bizonyítékot találtak azon a fegyveren. Mi az ez az a pisztoly, ami cáfolhatatlan bizonyítékot találtak?
Na tessék, cukor is. Elég gonoszan lövő. Tehát új lenyomatok voltak a kezé. Edgeworthnek a jobb kezén, de ennek még lesz eredménye. Később. Mi? Csendben! Tehát ott van Edgeworth új lenyomata. Persze ezt látható volt az első nyomozás elején. Hogy a jobb kezén nem volt a tiszt. De hogy miért? Tehát ezt is hozzáadtuk a bizonyítékot, és amit lesz is. Tehát a bíróság tagjainak, mondja. Tehát találtak pisztolyt is, történt a testen. Vagy az... mindegy. Tehát, hogy azon a fegyveren volt rálőve az a történt? Most abban volt az benne? Tehát, igen. De most van egy érdekesség. Ballistic markings, az ballisztikus jelölés jelent. Most arra kíváncsiak, mi az a ballisztikus jelölés. Egy sokkal. Hogy nem tudom. A ballisztikus jelölés olyan, mint az új lenyomat a fegyveren. Például... meg lehet vizsgálni a ballisztikus új lenyomattal, hogy melyik fegyverendő volt lőve az a történt. Elég fontos is. Ennek lesz még következménye. Hát van egy elkerülhetetlen befejezés itt. Az biztos, hogy az áldozat szívébe volt tovább az a történt. És ezen a pisztolyon volt lőve. Minden tökéletesen terveztek el. És ezt is jól eltervezte az ügyész. Hogy én óriási hátrányba kerüljek. És csak az Edgeworth új lenyomata van rajta. Csendben! Ez nem jó. Ez is olyan, mintha Edgeworth tette volna. Hát ez majdnem száfolhatatlan. Hát ez nagy ideértek hozzatna, viszont... még a szemtanú valomását is hallani akarja. Most eggel van fáradva, és ezért pihenőt akar tartani. Tehát szünetet akar tartani, tődődés által őt, igazán 10 perc. Szóval 10 perc pihenőt akar tartani. Mindent az ügyész irányít, még a bírót is irányítja. Ha tudnátok milyen barom, hát ez még csak a kezdet volt. December 26, 11 óra, 9 perc. Bírósági negyed. Defendant lobby. Egyfőn, mi folyik? Új lenyomatod a pisztolyban.
földes mondó, ami biztosan lesz. Hogy aki lőhette, azt a embert az a futón van. Ott voltál, hogy? Tónakban? Igen. Én voltam. Mi? El kell hinni, nem én voltam. Akkor ki tett? Nem tudja. Nem tudod, nem voltál? Közelről hallotta a lövést. De a másik ember az... kiugrott a csónak. Nem tudja, hogy miért. Ez azt gondolt, hogy magát lőtte le. És úgy vélte, hogy ez önkéntesen. Ez egyetlen magyarázat, de ezt még fel kell használni. De mennyi az nagyon nehéz lesz. Normál. Miába mi? Hát még mindig nem áll jó. Hát semmi sem jó. Úgy vajat lenne ennél máskor láttam, úgyhogy de a film szerint szükséges is. Szükség van rá. Mindig segít ez, hogyha szükség van rá. Minden dől, minden fáj. De nem tud szerint a bíróságra vagy a védelem. Tehát olyan, de olyan médium, aki nem tud kapcsolatot teremteni a szellemmel. Tehát mindenkinek van rögtön szavarnak. Mert is szentség volt. De nem tudja, hogy a szentség mikor jön véget. Azt akarja, hogy ne tegyem ezt rosszabbá, mert ez rossz a szívének. Hát folytathatom. Akkor jöjjött a másik szint. Tehát egy tudatos tanuló volt a ilyen. Én arra, hogy mit látott az éjszakát. De szubjektívet ne adjon ott. Érted? De ezt felidegesítette a tanult. Mutathat a némi tisztelet. Most egy kugyolc fel. De ezt már fel is volt. Karácsony volt akkor, éjfél után, az autójában volt, egy lövést hallott a tónál, amikor ablakban nézett, de két embert látott, volt még egy lövés. Nem volt más, csak az. Bíró. Tehát van egy fotója az incidensről. Tehát azt fogadja el a bizonyítéknak. Még nem használtam pedig a bizonyítékot. Valakit el tudom, ahogyha nem marad semmi. Tehát
nem volt más csónakod. Tehát az álló olyan, ha valaki be lehetett, aki lelőtt. És ez az ügyész. Beindítja a csónakot. Nem. Tehát ez a bizonyíték cáfolás. Hát nem is kételkedik ebbe az ügyben. Viszont... rendben lesz. Gíz rájött, hogy a vádlott, de... OBJECTION! Várj, bíró! Még nem kérdezősködtem a... nem tudom. De ez már nem jó arra, engedj! Nekik fényképes bizonyítékuk van. Ilyen kérdést tudna feltenni. Ez ezer szó törés ér. És mindig bűnös ér a törés. Hát ezt ne hagyom annyiban, te barom! Van valami elmondás ebben a formában? Hát ezt most adni fogja ennyiben. De ebben nem fogok jól járni. Te macsak! Tudjátok mit mondom? Mi bíróságban meg akarnak vetni. Megvetés? Megvetés a bíróság. Hát sajnos kell ott lennie, de én ez már kevés leszek. Egy dolgot tudjuk köszönni. De rossz érzés. Még cuppok is. Reménykedjem el, hogy ez nem időpocsik van. Hát itt mindenhol használnom kéne egy megállpancsot. Azt mondtad, hogy így... Tehát nem volt szenteste, vagy... Mi kapkos tiltakozni? Tudom, hogy... ellenmondásokat találni. A miért távol szállt? Ezt nem kell folytani. Tehát a kutatás akkor képeket akar készíteni. Egy gyanús. De hiába adjon ezt. Lehet még konkrétan? Te nem hagyja magát, megint tiltakozik az a fasz. De mit köze hozzá? Nem akar elő megkérdezni. Maró. Lesz a semmi. Nem érti a tóba? Akkor? Nem. Csak azután, miután de hallottam. És megint írt a pontot. Nem. Jól látod ott a két ember? Nézd a két képet, az eljött. Na jó. A képről beszéltem. Én láttam az a kép.
És megint itt a mozi. Hogy mások keresni. Tehát még egy lövés. Látom. És megint tilt a kopik. Ez mi jelentéktele? Mindenhogyan védekezik. Nagyon erős védekező kint is. És támadós. Hát tényleg olyan egy utálatos ember. Nem is hagyja, hogy komolyabban legyen kérdésre. Az utolsó. Biztos, hogy benne? Hogy lehet biztos? Hogy szkenner? És megint tilt a kopi. Tehát teljesen megbasszol. Tényleg valóság. Ennyit erről. Szóval eget hallottam. Nem lehet elmondást találni, de... Minden hogyan védekezett. De sajnos egy hibát vétett Phoenix Wright. De azt... Igen, meg. Tehát minden egyes újabb támadást büntetéssel sújtja. Azzal, hogy meg akar vett, ki akar külön vírusnak. Tehát a távokon azonnal, hogyha megvettem. Egész bűzik a valóban. Tényleg mondjak, hogyha nem tudok volna csinálni. Vajon megálltam a csatabot. Ez már rájött, hogy hol az ellenmondás. De a többit nekem kell indítni. Bűzik a valamásra. Én nem láthattam minden egy zsöltet. Azt kéri, hogy mondja, ez igazad. Arra kíváncsi, hogy látta-e az ki? Úgy látta-e, hogy lőtte azzal a pisztolyt. Azt mondja, hogy igen, várj! És most egy tiltakozik. Te macsak! Ezt nem szól meg. De ja, ezt magára akarja vállalni. Hiszen ő adta meg egy parancsot. Mi a különbség? Mit te mered mondani? Már csak a bűnös ítélet maradt hátra. Egy lófaszt! Téves! Hallottad, hogy mit mondott a tanú? Azt mondta, látta egy zsörföt. De ez nem volt a valóságban.
Date le mattine di musare. Falcon del Cender. Gerçi işte. Uite, 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 mă, care ne Dar uite, v-am așteptat. Oh, na, mai cu nici asta, mai cu fac. Tehát majd a magára vállalja a letartóztatását. Megtettem, amit tenni kellett. Tehát nekem kell a többi szerintét nem, de ez van majd a miért? Nem érdekli a melodráma. Most jó fie, Mr. van. De nem tolerálja a lényegtelen kérdéseket. Most meg kell találnom az elmondást, te sürgősen. Na itt már nem szabad holdit parancsot adni. Úgyhogy nem marad más hátra. Most már muszáj bizonyítékot mutatni, úgyhogy... Objection! Elkaptalak. Végre elkaptalak. Mi? Mit kaptál? Nézd ezt a fotót. Amit megszereztem. Ugyanaz. Valami itt látható? A köd. Tehát? De az arcokat nem igazán lehet látni a ködtől. És azt mondtad, láttad? Az ugye. Ugyan. Mondom. De most már még kívül. Ezért nem kérde, hogy nem mondja ezt a valomására. Most már mondta? Ugyan látta, ezt mondja el. Mi? Láttad a vádlót? Tehát, hogy erről mondjam valamit. Ugyan látta egy sőt. Ideg éjszaka volt, ködös. Amikor beérkezett, akkor ment vissza az autóra. És a tárcsövet is magával vitte. Amikor a hangot hallotta, akkor körülnézett a tárcs. Tehát tárcsövet használ. Ez lényegtelen. Ez is lényegtelen. Na most! Megállt van. Hogyan tud a tárcső látni könyve? Úgy értem. Hiszen a tárcső sem tud látni a köttől. De azt mondod, látta? Kiteket?
szájunkban. Tegnap azt mondta, hogy úrócsillagot keresett, ugye? Igen. Nem kell a teleszkóp? Kételkedik a kamerájában. Azt tud mutatni képeket a meteorből. Vagy a húlócsillag, és megint tiltakozik. Lényegtelen! Nem lehet ebben biztos. Tényleg lényeges ebben. Szóval kell telik. Lenne következménye, hogyha nem tudom kideríteni. Bizony. Talán ez a kulcs. Tehát a kameráról beszél. Na, itt már mutatok ki. Milyen ez van, megállítom is. Mi vette rá, hogy meteorokat? Elég vékony volt a köd. Hát nem gondolkodik. De már hittért a Bobby. Jó van akkor, itt az idő bevetni a támadást. Még kell, ezt kell váltani? Itt a kérdésre a válasz, ez a hang. Ez a hangos dal. Úgyhogy... OBJECTION! Hogy hazugságot mond. Ki mondja? Látta a kamerát. Tehát az a tóhoz mutatok. Tehát felfelé kellett, hogy mutasson a kamerája, hogyha valóban de hulló csillagot akart volna látni. Tehát nem hulló csillagot keresett. És hogy mit akart lefotolni? Egy olyan szörnyeteket. Tegyek! Ezt próbálta lefotolni. Gold. Van bizonyítékom erre? Mit van? De ne viccelődjük ezzel. Még egyszer meg kell mutatni. Tegyek! De a kamerában van, Bunky.
Tehát ez az erős hangot ad ki. Tehát... Tehát akkor fordultott, amikor a fegyver előtt valaki tók. Ez itt az újság Gordi. És ez szerint Gordi óriási zajokat csinál. Amikor nagyon csobban, mint az a száma, vagy a bár. Tehát ezt akar tenni. És ezért tud fotózni, amikor óriási zajokat csinál. Mert a metal zárból nem ad akkora hangot. Most már beismerte. Tehát hogy tényleg állítógus vagyok, az biztos. És akkor mi van? Tehát nem jelenti azt, hogy ne bazzassi. Most arra kell rájönni, hogy mit titkolni. Azonok kíváncsi a bíró, hogy még mit rejtél. Tehát újabb valomás követel. Valamit meg kell változtatni ezen. Ez az utolsó valomás. Tehát ön nem is egy kutató volt az ételek, hanem egy nyomozó fotográfus. Tehát ez egy tábor. De ez kényszerűen. Tehát a tóban nézett, amikor halt a benge. De nem volt mit látni, tehát ez itt a hajózás. Na, se tiltakozik. Egyenek semmi köze hozzá, hogy kutató-e vagy fotográfus. Nincs idő. Veszegeti az időt, még egy kérdősködése. Egy lófa! Tiltakozom! Jobban van-e, még egy... Ezt a vonulást is kikérdezni. Kell, hogy legyen ebben ez mondás. Ez utolsó esélye. Ha hibázok, akkor itt ez. Más
hogy nem tudom ezért, meg kell találni a játékot. Na itt az idő vehetni az utolsó után. A végső támadás, úgyhogy... OBJECTION! Viszont... Jó, megnézted a csónakot? Mi van veled? Persze, hogy látom. Ez volt az egyetlen dolog ott. Bármelyik normális ember látta volna. Ez az egyetlen. De messze vagy a normálistól. Azért voltál ott, hogy fogok készíteni dolgi? Gondolj bele! Mit tudtál volna tenni, ha hallottál volna egy olyasmival? Akkor szkennelted volna a tavat? Gordi jelen miatt. Az történik. Nem adtál volna a második esélyt a hajónak. Folytasd. Azt mondtad, hogy... hogy tárcsővel nézted a hajót. De nem volt szükség a tárcsőre ehhez. Gordi miatt kellett volna. Hát? Most, hogy mondod? Ezt kellene mi akartam. Hogy nem látta rendesen azt a csónakot. Hát ezek szerint nem. Csak azt gondolta, hogy lehet szemtanulni a gyilkosságon. És elbizonyult. Nagyon magabiztos volt. De megvan legalább a fotó. Bizonyítékkel megy. Még mindig nem látni ki lőtt ki. Ezért mindegy. De mi mindig tiltakozik. Mit mondtál te, buzi? És sétegetni megy. És hogy fogja be a pofája. Tehát megvan az a fotó. És azt mondta, hogy majd ki fogja nagyítani azt a képet. Talán, hogy többet lehet látni, hogyha közel kinagyítja. Biztosan már kinyitott. De miért nem hagyta Tom Karmához nyitott? Biztosan észrevett valamit, ami Bonkám a hátrányára mehet. Úgyhogy itt a lehetőség. De ha téved, akkor egyszer már bűnös. Tehát, hogy kell dönteni itten? Meg kell kérni, hogy nagyítsa ki a képet. Nézd meg ezt a fotót. Kinagyítottad ezt a fotót, ugye? Igen. És azt miért nem mutattad meg a bíróságnak? Hogy nem létezik? Miről beszél? Te mondtad, hogy nem mutassam meg... Ego.
Mit jelent ez, von Karl? Nem mutassa meg azt a kinagyított fogot. És megint érdekozik. De ez egy... De nem akarja. De Viro elutasít. Tehát itt azt látszik már, hogy közelebb vannak az arcok, de én mindig nem látni őket rendesen, csak az, hogy valaki már lő. Ez lehet a vádló, de nem biztos. Tehát a bizonyíték már megvan másikban. Erős Mr. White. Kell lennie valami. Nem akartam, hogy vitás, megkaptam. De ez nem sokat jelent. És ezért akarod, hogy nem mutasson. Tehát a 2000-es tehát ez akarja lezárni. Egy időpocsékolás, azt majd meglátjuk. Hát mindegy, ügyesen csinált, de majdnem mindent. Ez is ment, és így nem tudom. De most már itt ez akar rátérni. Szóval itt az ideje, hogy van az, hogy mutassam. Itt az ideje, hogy még egyszer tiltakozzam. Bíró. Van különös van ott. Lehet adni. És jön semmi. És mi a helyes válasz? A keze. A válasz a kezében van. Te ide! Itt. Ezért kell megmutatni ugyanis. Ugyanis bal kézzel lő. Most ezt kell bevetni. Itt látjátok? Itt az áll, hogy egy vörök jobb keze. Ott még bal kéz van. Tényleg! Mi az, hogy érthető? Tehát bal kézzel fogta a pisztolyt. Viszont... De itt... De a tényleg balmása szerint... Egyszerűen jobb kezében volt a pisztoly. Ergo... Az ember, aki... pisztolyjal lőhetett a képen, az nem az ügyész volt. Most mindenki lecsendesedett. Hát azt tudjuk most már, hogy nem egyből lőhetett a bal kezébe. Viszont... még egy probléma. De ha nem egyből tette, akkor ki? Nem volt más ember a tónál. Na, itt a következő a helyzet, hogy... ki a gond? Tehát három válasz van itten. Mintha nem lehetett, mert ő nem lehetett a zónán, hiszen ő táborozott. Lehet meg hülyeség választani, mert neki mi akar lett volna rá, hogy lőjön. Hiszen barátja a Phoenixnek. Úgyhogy ez egyetlen helyes válasz, amit még már is mondok korábban.
Talán magát lőhet. Tehát öngyilkos is lehet. Nem volt másra. De már megint tiltakozik. Tessék! Tehát egy méterre volt, hogy lőhessen. Tehát három pár. Egyszerűen nem volt öngyilkos. Még biztos lenne. Hát ezzel megváltoztattuk a boncolási jelentést. Tehát, hogyha bal kézzel lőtt az illető, és az nem edgework volt, akkor azt kéri, hogy vizsgáljuk ezt ki. Tehát jöhet a második nyomozás ezután. Tehát a tárgyalást így belekezdi. Ez kemény meccs volt bizony. Nagyon nem tartta magát az a gonosz ügyész. Még átadom kellene. Mit tett itt a tónál? És hogyha nem volt öngyilkos, akkor ki? A lövöldöző csak egy méterre volt. Nézd rám! Nem én öltem meg. Csak így szeltem. Nézd! Megnézem Maja. Hát, tessék. Mondj neki valamit. Mondd el neki valamit. Mondd el, hogy... hogy vigyázzon, mit mond a bíróságon. Ez minden. Hát nem adhatta a lövöldözőt. Tehát megnézték jól. Folytatjuk. Jó van, srácok, ennyi volt mára. Tehát, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a Facebookon és kövessetek Twitteren. Tehát legközelebb a második nyomozást fogom folytatni, úgyhogy búcsúzom mára. Sziasztok, legközelebb.